Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják. Most Szentgyörvári Péterrel, a Vivát Bacchus Ének Együttes vezetőivel fogunk beszélgetni. Szervusz Péter! Szia, köszöntöm a nézőket! Na hát, ugye most az énekesi minőségedben vagy jelen. Hogyan indult nálad ez az egész? Már gyerekkorod óta, meg így a családban ez hagyomány volt, hogy énekelgetetek sokat? Hát én nagy családban nőttem föl, 4 fiú testvérem van, közülük az egyik az ikertestvérem, és édesapámék mind az ötünket járattak zeneiskolába. De aztán 5. osztályban történt az, hogy a 1991-ben újrainduló püspöki énekiskola, amit Pécsen volt, ami egy nagyon érdekes dolog, mert előtte is volt Pécsen, Kodály Zoltán a fiú énekiskolásoknak még írt egy misét is, szóval ez egy híres énekiskola volt, és Európa szerte egyébként mind a mai napig van ilyen. Kis fiúk, iskolában, ennek csak fiúk, énekes iskola, és pedagógia segítségével 11-12 évesen nagyon összetett ilyen Palestrina, Lassus, Hassler műveket képesek énekelni, a két felső szólamot, a két alsó szólamot pedig férfi kórusok. Na most nagyon jól menő iskola volt ez a II. Világháborúig, aztán ezt bezárták az államosítások során, és 91-ben nyílt egy ilyen modellkísérlet. 9 évig működött, és ebből a 9-ből mi az ikertestvérem és az öcsémmel 3-at, illetve 5-öt ott töltöttünk. Úgyhogy ez adta meg az alapokat. Aztán a középiskolában különböző kórus munkálatok jöttek. A középiskolában már hova jártatok? Hát én a Nagy Lajos gimnáziumban kezdtem a tevékenykedésemet, és ott az Ivas Ivka Mátyás által vezetett vokálban énekeltem. Aztán, amikor átmentem az 508-as számú ipari szakmunkás és szakközépiskolába, ott nem volt kórus, ott egy kicsit szünet volt, de aztán a főiskola alatt ismét. És aztán jött az érettségi után a Bartók Béla férfi kar. Ott találkoztunk egyébként mi a fiúkkal össze. Most már 12 éve lassan. Aha. Szóval ahogy így vagytok a Vivát Bacchus Ének Együttes, ott a Bartók. A Lakner Tamás által vezetett Bartók Béla férfi kar oszlopos tagjai voltunk, és ott találkoztunk, és a férfi kar által népszerűsített bordal repertoárból kezdtünk mi is táplálkozni, aztán egyszer csak arra ébredtünk, hogy vannak saját bordalaink is, és járjuk az országot. Még nem rohanjunk ennyire előre. Jó. Maradjunk még egy kicsit ott az iskolás éveknél, hogy igen, ugye elmentél az 508-ba, ott mit tanultál? Ott faipari szakközépben végeztem. Akkor nem mozgott benned annyira erősen, hogy te most énekes leszel, vagy az olyan volt, hogy az hobbi volt, vagy nem volt annyira célirányos, hogy te ebből akarsz megélni? Nem, én énekelni szerettem, és hangszert is tanultunk mindannyian, viszont nem gondoltam rá, hogy ebből szeretnék én megélni. Egyébként az előadói ipar az jobban vonzott, és mind a mai napig azt gondolom, tisztában lévén a hangi kvalitásommal, hogy nem, elsősorban én szerintem nem énekesök, nem tartom magam énekesnek. A Vivát Bacchus Ének Együttesben igaziból két énekes van, aki végzettség szerint is, az egyik a Balási Szabolcs, ő egyébként a zeneszerzőnk, a másik pedig a Bognár Szabolcs, aki 3 diplomás magánénekes, énektanár, stb. Mi a Szentgyörgyvári fiúk? Mi inkább ilyen előadónak tituláljuk magunkat, és mert az igazság az, hogy ezekben a tehetségkutatókban, amik most mennek, nagyon jó hangú emberek vannak. Nagyon-nagyon jó hangú, viszont utána a legtöbbről nem hallasz semmit. Szerintem ahhoz kell inkább tehetség, hogy fönnmaradj, és hogy amit előadsz, azt tetszen másnak. Ez nem elég maga a hang. És amit a két Szabolcs hozzátesz a hangjával, azt mi kipótoljuk ezzel az előadási, hát nem is tudom, egyveleggel, amit mi itt képesek vagyunk. És ezért is van például, hogy én az együttesben zenét nem szerzek, de szövegeket írok. Meg az összekötő szövegeket, stb. Ezeket, meg a koreográfiát, azokat én csinálom. De így kerekez az egész. Ugye te a Vasutas Művházat is vezeted. Mennyi energiád jut emellett az éneklésre? Vagy hála Istennek, ez a két dolog összeegyeztethető. Viszonylag nagy feladat a Vasutas Művelési Háznak a vezetése, mert hát gondoljunk bele a mai világban egyáltalán melyik művelési háznak van létjogosultsága pénzügyi források miatt. Viszont az alapelv az, hogy cirkusz és kenyér mindig kell a népnek,
Úgyhogy én azt tartom, hogy amiről magával a művelődés történet is szól, hogy egy adott népnek a társadalmi és szellemi fejlődése az mindig nagyon fontos ahhoz, hogy előrébb lépjen. És ebbe szerintem egy kulcsfontosságú szerepet tölt be jelenleg itt Pécsett a Vasutasművelési Ház, pont azért, mert az ifjúsági ház be lett zárva, a dominikánus ház be lett zárva, ezért mi kvázi egy ilyen kultúrszigetként vagyunk most jelen, ezt szeretném erősíteni. És ez a két dolog, ez a Bakusz és a ház, az elég jól elférnek egymás mellett. Uh-huh. Így az együttesben, az énekegyüttesben mi azok a fő célok, amiket mindig szem előtt tartottatok az évek során? Ugye, hát amikor megalakultunk, és egy-két fellépésünkre nem is emlékeztünk, mert nagyon fogyasztottuk abban az időben a bort, kicsi túlzott mértékben, de jó volt egyébként, néha kell olyat is csinálni. Akkor találkoztunk össze Tiffán Zsolttal, akivel nagy barátságba keveredtünk, és mind a mai napig nagy barátságot ápolunk, és ő akkor azt mondta nekünk Pakson, a Gastroblues Fesztiválon, hogy gyerekek, egyet ne felejtsetek el, maradjatok meg mindig azoknak, akik vagytok. És mi ezt próbáljuk szem előtt tartani. Volt olyan például, nem sértve a pesti művészeket, de a parlamentben énekeltünk a parlament karácsonyon, tévéfelvételen be kell sminkelni, és a sminkes hölgy már a fél perc után mondta, hogy ti nem pestiek vagytok, ugye? Mert valahogy érezte a stílusunkon. És ha ezt szerintem meg tudjuk tartani, akkor nagy gond nem lehet. Ugye említetted ezt a parlamenti éneklést, mik azok a legemlékezetesebb fellépések, amik így megmaradtak benned? Az első és legemlékezetesebb szerintem az majdnem mindannyiunknak egyébként, amikor Ákos felkért minket, hogy dolgozzunk vele együtt, de nem is igazán, azok is nagyon jók voltak, amikor az első koncertre ott állsz, és fölmegy a függöny, és 8000 embernek az ilyen meleg, gyakorlatilag lehellete így szembe csap, és az öröm, meg az a tapsvihar, ami ott van, amit elsősorban akkor nem mi kaptunk, hanem Ákos, de mi is részesei voltunk ott a színpadon. De a megismerkedésünk az úgy történt, hogy a Budai Borfesztiválon voltunk, egy stand mellett, és ott találkoztunk vele, együtt iszogattunk, és akkor szóba jöttek dolgok, és felkért minket, hogy akkor a Még közebb című albumán mi énekeljük a vokálszólamokat. De előtte 2005-ben a Prima Primissima díjátadón énekeljünk vele. Hát ez egy, úgy kell elképzelni, hogy a Nemzeti Színházban volt élő műsor, előttünk playbackeltek az Operett Színháznak a színészei, és miután élőbe bevonultunk, és a művészeti élet krémje előtt kellett a kapella hangszer nélkül előadnunk az utolsó hangos dal átiratát, amit a Szabolcs írt, tehát egyébként nagyon jó. És az a dolog, akkor ott nagyon izgultunk is, uh-huh. és az egyébként az nagyon sokat lendített is rajtunk, és nagyon, nagyon jó érzés volt megcsinálni. És élőben megcsinálni, és fönt van az interneten, és meg lehet nézni, mert fú, nagyon jó, tényleg. Igen. Ugye Európát már is bejártátok, vagy hát sok helyen voltatok már. Tudsz mondani egy számot, hogy hány ilyen borfesztiválon voltatok, vagy mindegyiket körbejártátok, vagy van ami még cél, hogy oda is eljussatok? Olyan számot így nagyon nem tudok. Azt tudom mondani, hogy egy évben olyan 150-170 fellépésünk van, ami a mai világban szerintem azért egy jó dolog. Hát minden másnapra jut majdnem. Igen. Jó, hát van, amikor egy nap három van, de és igen. Akkor mondjuk egy hétig meg nincs. Ezt ennek mondjuk a család örül, hogyha többet vagyunk otthon. De az utóbbi 4 évben volt az, hogy én már nem emeltem föl telefont, hogy mi hova szeretnénk menni, hanem minket kerestek meg, ez egy nagyon jó érzés. És érdekes, hogy nem csak a borfesztiválokra, hanem, és nem csak különböző boros rendezvényekre, hanem egy kicsit, mi meglovagoltuk ezt a boros stílust, a Bartók Béla férfi karnak és éppen az akkori divatnak hála, mi időközben szerettük egyébként meg a bort, szóval nem úgy volt, hogy hú, annyira szeretjük a bort, most csináljunk róla valamit, hanem elkezdtünk énekelni róla, és viszont nagyon-nagyon megszerettük. De alapjában jövő a mi műsorunk a borról szól, viszont olyan stíluskavalkádot és olyan előadást tudunk hála Istennek prezentálni,
hogy ez nagyon sok máshol is megállja a helyét. Például hívtak minket Tatára a városnak az ünnepére, vagy ott, ahol szó nem volt borról. Igen. Vagy különböző, szoktunk néha elvállalni ilyen barátoknak ilyen esküvőt, meg születésnap. Szóval teljesen nagyon-nagyon szerteágazó, hogy hova, különböző, mindenféle más fesztivál, sőt, sörfesztiválra is hívtak már minket. Velemi gesztenyi ünnep. Nagyon-nagyon sok helyen voltunk. Ami az egyik terem, és szeretnék eljutni, de már felvettem a kapcsolatot, az az egyetlen egyébként, amivel idén, az jövőre majd a debreceni borkarnevál. Mert 3 évvel ezelőtt voltunk ott, viszont 3 éve már nem, és akkor most szeretném, hogy oda egyszer eljutnánk megint. De egyébként, amikor most is jöttem ide, akkor is egy ilyen fellépés szervezése volt. Azért is késtem, bocsánat. Ezt a nézők nem tudom. Na, említetted, hogy időközben szeretitek meg a bort, ez most egy kicsit felakadtam. Akkor hogyan volt ez? Térjünk erre vissza. Hát úgy éltünk, mint minden rendes egyetemista és főiskolás, hogy nem nagyon néztük azt, hogy mit iszunk, az volt a lényeg, hogy mennyibe kerül. Úgyhogy ittunk mi mindent, de a férfikarnak köszönhetően csöppentünk mi bele ebbe a borászati dologba, amit egyébként folyamatosan gondolkodok, hogy lehetne a mai fiataloknak tovább közvetíteni. Mert a bor ez egy nagyon érdekes dolog, egy olyan misztikum. Például azt veszük, hogy ott van a whisky. Igen. Az minden üvegben ugyanaz van. Érted? Szóval jó, a különböző cégek között van halvány különbség, de hogyha azt mondod, hogy csukott szemmel megiszol, és azt mondod, ez whisky, azt meg lehet különbözni. De ahány bor van, az annyiféle. És ahány gazda, annyiféle bort készít, és ez nagyon érdekes. Például múltkor, most nem mondok neveket, mert az reklámnak minősülne, de a barátaimmal leültünk, és vakon kóstoltunk 3 gazda Pinot Noirját. Igen. De mind a 3 teljesen más ízű volt. Annyira érdekes dolog. És a jó gazda nagyon jó bort tud csinálni. Általában a magyar gazdák azok jó gazdák, benne van a lelkük a borban, és azt érdekes. És ahogy egy-egy borkóstolom mondjuk, jó, azok is most Dunát lehet velükre keszteni, de vannak, akik nagyon jól tudják tartani. És elmondja, hogy csinálta, meg milyen nehéz út vezetett oda, meg szárazság, meg akkor úgy is kóstolod, hogy ebben mennyi munka van. Akkor tehát ezt a kérdést továbbvéve, hogy akkor az időközben szeretitek meg a bort. Tehát eleinte csak énekeltetek róla, és aztán közben, akkor tehát ezt választottátok profilnak, ugye? Hogy, és utána kezdtetek meg szeretni a bort. Igen. Ez azért volt így, mert a férfi kar több ízben lépett fel a Bartokból a férfi kar ilyen boros rendezvényeken a saját bordalos repertoárral. És az egyiket nem tudták elvállalni. És akkor még az alapító tagunk, akit Pécsen egyébként nagyon jól ismernek, a Stumpf Árpád Zsiráf, az ő fejéből pattant ki ez az egész, és az elején ő is énekelt velünk, csak aztán a betegség ebből megakadályozta. Ő mondta, hogy hát mi ezt vállaljuk el. Aha. És így indult az egész. Újhegyen volt egy ilyen rendezvény, az Újhegyi Nap, és annyira friss volt, hogy telefonátok ütközben, mert szokás szerint késtünk onnan is. És mondták, hol vagytok, mi a nevetek, mit mondjunk be? És még nevünk sem volt. Aha. És akkor az ikertesen a Gergő mondta, hogy legyen akkor Vivat Bacchus. Mert az egyik, a Mozartnak van egy ilyen, hogy Vivat Bacchus. Uh-huh. És akkor ezáltal ez lett így a nevünk. Ezért indult így a bor. Aztán ezt szépen felépítettük utána. Ja, akkor még egy minimál repertoárral rendelkeztetek. Igen. Azóta milyen gyűjtéseket végeztetek, vagy honnan találtatok ilyen különböző portalokat, mert ugye több különlegességet is felvenni most már a repertoáratokban. Úgy kezdtük, mint ahogy a gyűjtők szokták kezdeni, hogy elkezdtünk nézni boros énekeket, boros verseket. És a boros verseket kezdte el megzenésíteni a Szabolcs. Például érdekesség, hogy Petőfi Sándornak rengeteg borral kapcsolatos könteménye van. Ebből szűrtük le, hogy ő is nagyon szerette a bort. De aztán elkezdtük bontogatni a szárnyainkat, és elkezdtünk saját szövegeket írni. És a Szabolcs is írt szöveget, és megzenésítette, én is írtam szövegeket. És saját élményből táplálkozva? Igen. Például az egyik versemnek a címe Bóra rend, ami mondja el, hogy amikor reggel fölkelek, akkor elmegyek egyből a pincébe, és akkor az egész napot leírja. Uh-huh. És akkor reggeli italozgatásból estére nagy dölöngélés lesz.
és ezt erre a Szabolcs csinált egy ilyen rock'n'rollos dalocskát. Úgyhogy stílus irányzat az ezerféle van nálunk. És szerintem ezért is jó a műsor. Most már 3,5 órás a repertoárunk, de mindig, amikor a szervezők kérdezik, hogy mennyit énekeljünk, akkor azt szoktam mondani, hogy 50 perc, olyan nagy koncerteknél, 55 percnél nagyon ne legyen több, mert jóból is megártasok alapon, annyi ideig nagyon nehéz fönntartani az érdeklődést, de 55 percig simán fönn lehet, egy óráig simán fönn lehet tartani. Vannak olyan különleges történeteitek, amiket mondjuk hazafelé, hopp, ezt meg kéne énekelni, és megírjátok? Azt szoktuk mondani, hogy néha, hogy ha lenne kamera az autóban, amikor utazunk, mert hát ez a 170 fellépés, ez ilyen évi 70-80 ezer kilométerre jár, egy fenékkel öten benne egy kis térbe, hogy az nagyon érdekes dolgokat, sőt, műsorokat lehetne belőle csinálni, de van egy-két olyan érdekes fellépés, amit érdemes lenne megénekelni, de erre még nem gondoltam, majd lehet, hogy ez is eljön majd egyszer. Hogy az együttesben meg van mindenkinek kedvenc borfajtája, amit szívesen fogyaszt? Igen, sokszor felteszik ezt a kérdést, és most legutóbb valaki össze is szedte. Most az a baj, hogy én nem tudom ezt így viszonylag, mindenkinek van 2 vagy 3. Uh-huh. Úgyhogy... És mi a tiéd? Érdekes módon én nekem az egyik kedvenc fajtám a Pinot Noir, azt nagyon szeretem, de én nagyon szeretem inni a rozéfröccsöt. És ez megosztja a társadalmat, mert van, aki azt mondja, hogy a bort vizezni nem lehet. Mondjuk abba a táborban én is beletartozom, hogy a VBK az már lejárt, szóval az nem szabad. De követni kell a belga szöveget, hogy az büntetés. Így van. Egyébként a belgában nagyon jó a kapcsolatunk. De az, hogy nyáron egy jó kis szódával, egy jó kis rozébort fel. Hát egyébként most volt egy ilyen felmérés, és a világ legüdítőbb italának a fröccsöt hozták ki. Úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom. De szeretjük a sört is. Meg történt már olyan, hogy a Villányi borászbában ott a nagyok, a Tiffán Boggere így egymás mellett álltak, és mindegyik kezébe egy pohár sör volt. Unják már. Nem, hát a nullgosítás, az kell azért. Ja. És van szőlőfajtád, amiből a rozét szereted? Vagy az mindegy, csak rozé legyen? Rozé. Érdekes, azt is szeretettel ajánlom, hogy mindig azt mondják, hogy jó, az Alföldön tablettás, nem igaz, nagyon jó borok készülnek, nézzük meg a Fontot, vagy a Fritmant, vagy mondhatnék akárkit, de én kifejezetten kedvelem az ő rozéikat. Mert az tényleg friss, az ilyen tényleg idő. Viszont itt Villányban is. A Gere Zsoltinak olyan rozéja van, nagyon. De rozé az jó. és hát a rozé király mondta, a Dúzsi Szekszánról, és igaza van, mert utána néztünk, hogy a rozét az egyik legnehezebb elkészíteni. Szóval aki rozét tud készíteni, az tud másik fajtát is. Mindegy, most a borászati kérdésekre menjünk bele, de elgondolkozom egy pillanatra. Na, hát... Mit csinál egy énekes szabad idejében? Mi a hobbitok? Ti amúgy is egy baráti társaság vagytok, munkán kívül is? Igen, említettem, hogy öten vagyunk testvérek, a két Szabolcs, ugye úgy áll össze a Vivaldi Bakuszinek együttes, igen. Van a Balási Szabolcs, a Bognár Szabolcs és a 3 Szentgyörgyvári, a Karcsi, a Gergő meg én. Igen. És így a két Szabolcs a családunk részévé vált az elmúlt 11 évben, és hát a barátnőik, menyasszonyaik is. Úgyhogy igaziból ilyen baráti kör, ez úgy szokott lenni, hogy amennyi időnk van, mert nagyon sokat megyünk, hála Istennek, és maradjon is egy ideig így. De amikor így tudunk lazítani, akkor inkább a család, mert nálunk a kis család is, tényleg a legkisebb család is 25 fő. És ahhoz jönnek a Szabolcsik, 30-35-en vagyunk, általában apukáméknál szoktunk ilyenkor nagy családi ebédeket tartani. Uh-huh. De van, amikor például most tegnap előtt itt voltam benne a városban egy baráti körrel, és nagyon, nagyon jó kis rendezvényeken vettünk részt, de ilyen benfenteshez, mert például a Karcsi bátyámnak a felesége énekelt a színpadon, amit nem is tudtam, csak úgy néztünk, hogy ott van. De hát így a barátok, nem tudom, ezt majd kivágjuk, vagy valahol majd szedjétek le, nem tudom, mi volt a kérdés, mert elfelejtettem. Na hát akkor térjünk vissza oda, hogy a hobbi, mit csináltok, ha nem énekeltek? Ja, hobbi. Hát a hobbi az most nehéz, mert a mai világban az éneklésből megélni nagyon-nagyon kevesen tudnak. Igaziból
nem is nagyon lehet. Úgyhogy mindannyiunknak kell, hogy legyen egy másik szakma, és persze kifelé ezt úgy mutatjuk, hogy dehogy is, de egyébként van. Úgyhogy a hobbi előtt még időt kell szakítani idézőjelben rendes munkára. Hát ugye a Bognár Szabolcs most Debrecenben és Pécsen énekel az operában. Balási Szabolcs a Babics gimnáziumban tanít éneket. A Karcsi bátyám félállásban mentőzik, ő nagyon, nagyon szereti ezt. Főiskolát én is mentőztem, és édesapám 25 évig volt mentőfelpoló, és az öcsém Laci is mentőzik, szóval érezzük ezt a családban, ezt a mentőzés, ez egy nagyon érdekes dolog, azról órákat lehetne mesélni, nem mesélek. A lényeg az az, hogy a Karcsi is nagyon szereti ezt csinálni, és mindig azt is nyilatkozza, hogy ő ezt nem szeretné azt feladni. És a Gergő testvérem pedig Szabadszentkirályon testnevelés tanár. Úgyhogy, és hát én pedig a vasutasban vagyok most, és ezután jönne még a hobbi az én részemről, de sajnos most arra sincs idő, mert most az első Pécsi Pezsgő Borsz Fesztiválnak a színpadi részének a szervezését vállaltam el, és a Villányi Bor Fesztiválnak is, úgyhogy elég kevés idő marad a hobbira, mert még a hobbi előtt még ez sajnos elég hátul sorban van a család, mert három gyermekem van, és három pici gyermekem, és ebben nagyon nagy segítség nekem a feleségem, hogy ő azt a hátteret az biztosítja, ami szükség van arra, hogy én így tudjak dolgozni. És akkor mi az a hobbi? A hobbi, a hobbi viszont, ami főiskolán is végigkísért az életem, és meg egész fiatal koromban, az a küzdősportok, a harcművészet. Uh-huh. Főiskolán kiokusin karatéztam elég komolyan, és itt pedig, amikor visszajöttem, már gyermekként születtek, de hiányzott nagyon a mozgás, akkor pedig a RFC-be a Horváth László Füleshez mentem, és akkor thai boxoltam. De a mozgás az így végigkíséri az életemet. Vadvízi kajakoztam, bicikliztem, nagyon szerettünk a tesómmal szörfözni, mert nagymamám az balatoni. Uh-huh. Úgyhogy a mozgás az kell. Az mind a mai napig. Ha más nem, akkor egy kis edzőterem, vagy futás a meccseken. Hutkotálkoztam polgármester úrral mandulásba, és ott futott. De az kell. És a Gergő is mozog, meg a Karcsi bátyám is. A Szabolcs, a Balási Szabolcs mindig azt mondja, hogy az ő hobbija, a hobbija is a zene. Ő írt egyébként két rockoperát, most dolgozunk közösen egyen, én írom a szövegét, ő pedig a zenéjét fogja szerezni majd, ha megkapjuk a beadott támogatást, támogatási kéremet adtunk be, és megkapjuk, akkor ez össze is fog jönni. Az is egy érdekes dolog. Az egész együttessel mi az értékközvetítésen kívül szeretnénk valami pozitívumot hozni a mai világba, mert az most nagyon, nagyon kevés van. Illetve hát lehet, hogy nem lenne kevés, de a média nagyon azt nyomja. Nagyon, igen. Nagyon. Már tudatosan ezt a negatív életszemléletet. Nagyon sok mindenki van bajba. Nem kell, itt reálisan nézzük a dolgokat, mind az ötünknek van, és deviza hitele. De mindezek mellett nem szabad belesüllyedni a hétköznapokba, és sajnálni magad. És mi ezt próbáljuk ilyen humorral, ilyen gyógyszerként közvetíteni. És ezzel kapcsolatban akartam elmondani azt, amit most nem tudok, mert miről indultunk? Nem baj, folytassuk itt, mert az lenne a következő kérdésem, hogy mik az egyéb terveitek. Mondtad most akkor a rockoperát fölhoztad. Igen, ezt erre akartam visszatérni. Hogy merre vezet az utatok? Szóval a vidámság, és pont ezért én egy ilyen jellegű, hát végig is egy musical, rockopera-szerűséget álmodtam meg. Uh-huh. Mindenképpen a magyar történelemből szerettem volna táplálkozni. Tehát pozitív történés magyar történelemben, történelmi ismeretünk alapján igen nehézkes. Mert itt mindenkit vagy legyilkoltak, vagy a vatkan lökte fő, vagy ki kellett törnie a szigetvári várból, vagy érted, vagy elégették, vagy nem tudom. Igen. És ezért esett a választásom. Először gondoltam Mátyás királyra. De az ő halála körül szóval beletöltnének a történészek bárhogy is fejeződne be a darab, mert mindig vitatkoznak, hogy őt most akkor megölték, vagy meghalt, vagy ilyesmi. Viszont volt neki egy hatalmas, nagy erejű hadvezére, a Kinizsi Pál, akinek az egész élete egy sikertörténet. A legenda szerint Molnár legény volt, és azért a legendát is egy kicsit beleszőjük a műbe, de egész életében, most ebbe gondolj bele, ahány háborúba, vagy ahány harcba elindult, ő vesztesen abból nem jött ki.
Szóval ő mindegyik csatáját megnyerte, és az egész élete csatározásról szólt. Ez egy nagyon nagy dolog, és ez egyébként azért gondoltam erre, mert ez az amerikai álom is. Uh-huh. Hogy hívják azt, aki az Apple-t föltalálta? A Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. San Franciscóban indult egy garázsból, és soha nem adott jutalmat a dolgozóinak. Kérte az amerikai állam, hogy ugyan már Jobs foglalkoztassa helyieket, mert akkor jobban megy a gazdaság. Nem. Kínai olcsó munkát adott, minden karácsonykor dolgozni kellett, soha nem adakozott senkinek, nem jótékonykodott, és amikor meghalt, mindenki teljesen meghajolt előtte. Miért? Mert ez az amerikai állam. Egy kis garázsból indulsz, és onnan érsz el hatalmas dolgokat. Na most Kinizsi Pál ugyanezt tette, csak az ő saját korában. Ő is egy szegény kis monárlegény volt, és olyan, a végén már Vázsony várkapitányságán kívül már hadvezér, meg minden volt már a végén. Úgy, hogy sorra nyerte a csatáit. Persze, a magyar történelem az olyan egyébként, hogy miután Mátyás halálos ágyán megígéri Mátyásnak, hogy mellette áll, szembefordul, és szét, ő maga veri szét a fekete sereget. Na de erről most már a rockper az nem fog szólni. Azt majd elvágjuk majd ott, ahol itt a mondani való az kell. De erről szól ez egyébként az életem, hogy szeretnék ilyen vidámságot belevinni, és nem feltétlenül gondolom azt, hogy ilyen irgalmatlan nagy művészetekkel kell ezt, hanem tényleg az, hogy az ember szeressen élni, szeressen nevetni, ennyi. És akkor ez a fő cél, hogy ez a mostani munkátok leginkább, ez a rock operának a létrehozása? Dolgozunk azon is, hát a mostani munkánk az lesz, hogy most rengeteg fellépés áll előttünk. Most készítettünk egy karácsonyi lemezt, és karácsonyi műsorunk is most nagyon felkapott lesz majd a mostani karácsonyi időszakban. Folyamatosan dolgozunk, nem gondolom, hogy 50 évesen énekelni fogunk, vagy mindig mondják, hogy de, nem tudom. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, de amíg van, és amíg szeretjük csinálni, és amíg látjuk azt, hogy mások is szeretik ezt, addig nagyon szívesen. Hát reméljük, hogy sikerre jártok továbbra is az utatokon. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. És a nézőknek is köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra.